Várhatóan június 30-áig jelent még kellemetlenséget a Sárospataki vasúti átjáró felújítása azoknak a gépjárművezetőknek, akik Sátoraljaújhely felől érkezve ezen az úgynevezett első lejárón keresztül szokták a várost megközelíteni. A vasút villamosítás részeként jelenleg ez a terület van forgalomtól elzárva, és ha valaki csak rutinból közlekedik, meglepetés érheti. A türelemre és az óvatos közlekedésre azonban továbbra is több helyütt is szükség lesz az elkövetkezendő időszakban. A MÁV felújítás ugye évek óta zajlik, érezhető ez Sárospatakon a MÁV vasúti közlekedésben is, és most már a közútiban is, hiszen jelenleg is le van zárva a Kazinci utcai vasúti átjáró. Ez egészen 30-áig így is lesz, ez nyilván megbojdítja már egy picit a közlekedést, és amikor 30-án ez az átjáró megnyílik, akkor viszont a Széchenyi utcai 37-esre kivezető vasúti átjáró kerül lezárásra, és ott folytatódnak a vasúti munkálatok. Ez is nyilván egy némi forgalomelterelést jelent a városban. A napokban a határutcán is megkezdődnek a munkálatok, ezzel is számolniuk kell az itt közlekedőknek. Aszfaltozás, burkolatfelújítás történik, ez nyilván ott a környéken lakókat, illetve arra közlekedőket fogja érinteni. Igyekszünk összehangolni ezeket a felújításokat, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozza a közlekedésben. Terveink szerint, hogyha nem jön közbe semmi, akkor ez július közepére be is fejeződik, majd ezt követően várhatóan augusztus hónapban viszont megindulhat a Herceg utcának a teljes felújítása, illetve a járda és kerékpárút kiépítése. A Táncsics utcán is már zajlanak a Magyar Közút által a felújítási munkálatok. A nyári és őszi időszakot érintő szennyvíz derogáció munkálatai is némi fennakadást jelentenek majd. Hamarosan kezdődő szennyvízderogációs beruházások is eljutnak abba a fázisba, hogy már az utak burkolata javítható. Akkor a közút szintén egy nagyobb beruházást hajt végre Sárospatakon. Ez egészen a 37-esen lévő körforgalomtól, a Veselényi út, Erdélyi úton keresztül a Bodrogkídig, illetve azt követő szakaszt érintően a Vajdácskai elágazásig. Ez nagyjából szeptember időszakra datálható. És ahogy említettem, várhatóan 7. hó 2-án megindul az a beruházás, amire évek óta készülünk. Ez a szennyvíz hálózatot, illetve a szennyvízkezelő telepnek a beruházását jelenti. Itt is komoly fennakadásokra kell számítani, hiszen a szennyvíz hálózat jelentős része ugye az úttestben helyezkedik el. Itt lesznek új hálózati szakaszok kiépítése, illetve a meglévő szakaszoknak a rekonstrukciója is. Amíg be nem fejeződnek ezek a munkálatok, a város önkormányzata türelmet és megértést kér a közúton közlekedőktől, hiszen Ciráki Zsolt elmondta, valamennyi az itt élők javát szolgálja majd.